A Szent Leszke, ugye a rómaiakhoz itt levélből vett apróka szakasz. Sokszor beszéltünk már róla, a római levél keletkezési körülményeiről. Ugye Szent Pál még nem is járt akkor Rómába, és a római keresztény közösség, Krisztus hívők közössége nagyon megcsúpált. Ugye egy 30 évre a zsidókat kiűzték Rómából, és a zsidókból lett keresztényeket elzavarták, a gyülekezetekből hiányzott. Pusztán a pogányokból megtértek, maradtak a gyülekezetben. De ők is féltek. És ebben a rezignált állapotban Pál három kérdést tesz föl. Ki ellenünk, ki vádol minket, és ki ítél el minket? Szeretném elmondani, a szemináriumon elvégeztem a teológiát, a homlokzatán beléptünk a kapu fölött, ott volt az építető püspöknek a címere, ott ez volt a fölirat, mindig ez alatt a kap alatt mentünk el, Sideus pro nobis, quis contra nos, ha Isten velünk, ki ellenünk. És akkor Pál apostol kiemel vádot, kiítél el, fölsorolja Isten irántunk való szeretetét. Az ítél el bennünket, aki nem kímélte a fiát. Igazából itt van az Ábrahám történetre való válasz. Isten úgy szeretett bennünket, hogy fiát adta értünk. Bízzunk ebben az Istenben. Aztán kiemel vádot. Isten, aki a megigazulást adta, ki ítél el? Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, sőt fel is támadt, és Isten jobbján közben jár értünk. Tovább folytatódik ez a gondolatsor. Ábrahám megállta a próbát. A megpróbáltatásnak sokféle arca van. És még emlékszünk a diktatúráról, tudjuk. De ki ítél el minket? És ha Isten velünk, ki ellenünk? Ezt mondja akkor Pál a római gyülekezetnek, és most, amikor a kereszténység zsugorodóban látszik Európában, ezzel a bizalommal élni. Nyugodtak lehetünk, van jövünk. Bármennyire is nem látjuk a számunkból. Nagyon szép élményem volt nekem itt kedden, mikor újra kezdtük a pálos miséket, remélem lesz folytatása is. Elcsodálkoztam a kis fiatalokon, hogy úgy tele volt a templom, mint most körülbelül. Ezek a fiatalok épp olyan nyitottak voltak, mint amikor kezdtük a pálos miséket a 80-as évek elején. Olyan könnyű volt nekik predikálni. Annyira együtt rezdültek az emberrel. Szóval amikor így zsugorodni látszunk, hogy a római gyülekezet is megérte, most így mondja Pál apostol, ha Isten velünk, ki ellenünk? Az evangélium. Ugye érdemes visszaemlékezni rá, az elmúlt vasárnap Jézus a lélek kivitte a pusztába. Jézus a pusztában volt múlt vasárnap, most a Tábor hegyén van. Testvérek, az emberi életnek ez a két pólusa, mindnyájunké. Olykor ott vagyunk a mélységben, a pusztában, kísértések közepette, másszor meg fönn vagyunk a hegyen. Szép ez a hegyi jelenet, ugye, akik fönn vannak a hegyen,
Mindegyik hegyi ember tulajdonképpen, hegyi személy inkább. Ugye Mózes sínai hegyhez tartozik, Illés is hegyhez tartozik, és Jézus is a hegyen van, a Golgota hegyén majd. Mind a három a hegyen van, és mindegyik élete győzedelmes. Mózesé is betekinthet az ígéret földjére, átadja a kőtáblát a népnek, akik hűtlenül az aranyborjút imádják. Illés is megvédi Jezabel és Ákáznak a szerencsétlensége ellenére is az egyisten hitet a bálpapokkal szemben. Jézus is ott a Golgotán legyőzve győzött. A megkísértés mélysége és a magasság. Ez mindnyájunk élete. És a szép ebben a hegyi jelenetben, ahogyan fénylik Jézus, és úgy Márk leírásából egyetlen kelme festő se tudná kifehéríteni, úgy a ruhát, mint Jézuson. Ez egy nagyon szép megfogalmazása a próbatételekre való fölkészülésre és az Istenben való bizalomra. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Most még a körlevélből azért olvasnék föl. Ugye azt mondja a püspöki kar, én már 13. alkalommal hirdetjük meg a nélkülöző segítésének ősegyházi hagyományát felélesztve a nagybőti tartós élelmiszergyűjtést. Biztatunk mindenkit, hogy lehetőségeink szerint kapcsolódjanak be a nagybőti akcióba. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, az idei nagybőjben is, és járuljunk hozzá tartós élelmiszerrel a Katolikus Egyház segélyakciójához. Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz lehetőség március 3-tól 10-ig. Hozzuk el tartós élelmiszeradományainkat a templomba, és tegyük azt az arra kihelyezett helyre. Jó alkalom a gyűjtés arra is, hogy ahol még nincs plébániai karitász, alkalmi segítő csoportok alakuljanak az egyházközségekben. Feladatuk, hogy a gyűjtéssel kapcsolatos teendőket, adományok szétválogatása, élelmiszercsomagok készítése, a rászorulókhoz eljuttatása megszervezzék és elvégezzék. Egyben lehetőség arra is, hogy az egyházközségben karitás csoport szerveződjék. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet jut kifejezésre. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek. A gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a nélkülöző családokban. A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a rászorulóknak. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetben vannak, hiszen a gazdasági válság senkit sem került el.
a legkisebb adományokat is hálásan köszönjük, hogy újra nagyon sok családnak tudjunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Caritas segítő munkájába, ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. Kérjük, hogy aki teheti, adója 1%-ával is támogassa a Caritas szolgálatát, vagyis a Caritast támogató alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományokat. Ferenc pápa így biztat bennünket, ne fáradjunk bele, hogy fele barátainkkal szeretetben jót tegyünk az idei nagybődben, örömmel adakozva gyakoroljuk azzal az alamizsnálkodást, örömmel adakozva gyakoroljuk az alamizsnálkodást, Isten, aki magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, nem csak azért gondoskodik mindannyiunkról, hogy legyen mit ennünk, hanem azért is, hogy nagy lelkűek segítsük másokat, és jót tegyünk. Közös cselekvésre hív mindnyájunkat, hálás szívvel köszönjük adományaikat. Kedd Budapest 2024 Nagybőjt második vasárnapján a Magyar Katolikus Püspöki Kar.